Cinkék csipegetik a magvakat az etetőből, jól jön nekik a hidegben az eleség. Az ősz beköszöntével nem minden madár vonul el melegebb égtájakra. Számos faj, mint a cinege, a nagyfakopáncs, a szajkó, a rozsdafarkú vagy a megyvágó inkább hazánkat választja az átteleléshez. A tél sikeres átvészelésében mi is segíthetjük kertünk vendégeit, ha ismerjük és betartjuk a következő fontos szabályokat. Hogy az első tartósabb fagyoktól, vagy ilyen tartós éjszakai fagyoktól az utolsó fagyokig érdemes ezt az etetést fenntartani. Nagyon fontos, hogy ha egyszer elkezdtük a madaraknak az etetését, akkor azt folyamatosan tartsuk is be. Számítanak rá, hogy könnyen elérhető táplálékforrást fognak valahol találni, és hogyha hirtelen abba hagyjuk ezt az etetést, akkor nagyon könnyen okozhatjuk a hozzánk szokott madárkáknak a pusztulását. A madáretetés nem véletlenül kizárólag a téli hónapok tennivalója. Szárnyas barátaink csupán a hideg időbe szorulnak emberi gondoskodásra, és ilyenkor nagyon fontos az, hogy mivel etetjük őket. Ilyenkor nekik az a fő, hogy minél nagyobb energiatartalmú táplálékot találjanak, tehát erre az olajos magvak, illetve az állati zsíradékok megfelelőek, viszont ez semmiképpen ne legyen sózott, pörkölt, fűszerezett. A sózott eleség már csak azért sem jó, mert ilyenkor télen a vizek is befagynak, és nem találnak megfelelő ivóhelyet a madarak, tehát ezzel is tudunk nekik az etetés mellett segíteni, hogyha egy friss vízforrást helyezünk az etető közelébe. A madáretetőket ideális valamilyen örökzöld fa közelébe tenni, hiszen sok madárfaj, köztük a cinkék is úgy táplálkoznak, hogy oda mennek az etetőhöz, felkapnak egy magot, és elviszik egy közeli búvóhelyre, és erre ezek a télen is lombkoronával rendelkező fák tökéletesen alkalmasak. A madarakat a téli hónapokat követően semmiképpen ne etessük. Ellenkező esetben hozzászoknak a tálcán kínált eleséghez, ezért a későbbi madárpopuláció képtelen lesz gondoskodni magáról, hosszú távon életképtelenné válnak.